Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! 1956 óta nem zártunk olyan gyászos demográfiai évet, mint 2022-ben, és ez úgy gondolom, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül kell, hogy önvizsgálatra sarkaljon mindannyiunkat. A helyzet drámai, ezt mutatja, hogy valódi, érdemi, radikális változásra van szükség, mind a családpolitika terén, mind a közélet terén, a szemléletformálás terén, és most ez utóbbiról szeretnék hosszabban beszélni. Mert nagyon gyakran halljuk azt, akár a környezetünkben is fiataloktól, hogy majd akkor vállalnak gyermeket, vagy több gyermeket, ha olyan bérszínvonal lesz Magyarországon is, mint amilyen mondjuk Németországban van. De ha megnézzük azt, hogy a német társadalom jobban áll le a demográfiai mutatók tekintetében, akkor azt látjuk, hogy akik német bérszínvonalon élnek, ők sem vállalnak több gyermeket. Sőt, ha megnézzük a japán társadalmat, ahol még magasabb a GDP, akkor azt látjuk, hogy ott egészen katasztrofális a demográfia, már a lakosság 10%-a 80 év feletti. És Magyarországon belül is, ha szétnézünk, Budapesten a legmagasabbak a bérek és a legalacsonyabb a termékenység. A legrémisztőbb példa Dél-Korea, amely a világ legalacsonyabb termékenységi mutatójával rendelkező ország, az egyik legnagyobb jólétben, holott, amikor sokkal szegényebbek voltak az emberek 1960-ban, akkor még 6 gyermeket szült átlagosan egy dél-koreai nő, most már 0,6 ez a mutató. Azt kell tehát megállapítanunk, amit Benjamin Battenberg, amerikai demográfus is elmondott, hogy a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló, bár ez talán a magyar kontextusban egy kicsit marxistán hangzik, így a jólétre cserélhetjük a kapitalizmusnak a fogalmát, és beszélnünk kell a tudatos gyermektelenség ideológiájának megjelenéséről és ennek pusztításáról. 1990-ben nem gondolom, hogy rendkívül kiszámítható lett volna Magyarországon a jövő, ismerjük az akkori gazdasági és politikai körülményeket, mégis a 30 éves nőknek mindössze 13%-a volt gyermektelen, most már a 30 éves nőknek 56%-a gyermektelen, és azt is elmondhatjuk, hogy akkor több volt a 30 éves nők körében a nagy családos, mint a gyermektelen. Mára ez az arány nemhogy megfordult, hanem 7-szeresére változott a gyermektelenek aránya ebben a korosztályban. Rendkívül nagy károkat okoz az is, hogy a családról folyó közéleti diskurzus középpontjában az LMBTQ kérdés áll, és ezért egy védekező mechanizmust kellett kiépíteni azoknak az embereknek, akik a családot, mint értéket meg szeretnék védeni, holott egy ilyen társadalomban, mint amilyen most a magyar is sajnos, az államnak is feladata lenne abban, hogy felkészítse a fiataljainkat arra, hogy ők édesanyák és édesapák lesznek, és hogy ez mit jelent. Mert rengeteget beszélünk arról, hogy hova fognak tovább tanulni, meg milyen pályát fognak választani, ami kétség kívül nagyon fontos, de kérdezem én, hogy ki és mikor beszél a mi fiataljainkkal, ki mondja el a fiatal férfiaknak Magyarországon, hogy szép öcsém, te bizony édesapa leszel, és hogy ez mit jelent, vagy mit jelent a nők életében az anyává válás, ennek milyen érzelmi, testi változásai vannak, amelyek számukra sokszor sajnos visszatartó erőt jelentenek. És szeretnék itt kormánykritikával is élni, mert az is nagyon fontos, hogy a médiában kik azok, akiket példaként állítunk a fiataljaink elé. De addig, amíg az önökhez nagyon közel álló médiumokban is olyan cikkek születnek, amelyek olyan sztárokról szóltak, akik tudatosan gyermektelenek, és az ő életüket mutatják be, mint például az Origón, sztárolják az ilyen nőket, addig nem fognak a fiatalok sem kedvet kapni ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak, nagy családot alapítsanak. Önöknek tehát rendkívül sok erőforrás a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy a szemléletváltást elindítsák Magyarországon, de ebben az elmúlt 13 évben nagyon keveset tettek, sőt, mint az előbb említett példa
is mutatja, sokszor még rosszat is, rossz irányba is mozdultak el. Az igazi kérdés tehát az, hogy a jóléti társadalmakban hogyan tudjuk elérni a demográfiai önfenntartást, hiszem, hogy ez nem csak pénzkérdés, hanem szemlélet kérdése is. Azt kérem, hogy a kormány érdemi lépéseket tegyen ebben az ügyben. Köszönöm, elnök úr!